December 12-én már a 21. rendezvényét tartotta a Városi Könyvtárban működő utazási klub. Ezúttal a Harmónia Kamarakórus vezetője, Deák Róza és az énekar egyik tagja Gál Csaba tartott élménybeszámolót Finnországról, ahova ez év augusztusában jutottak el. A beszámoló egy szép finn népdal feldolgozással kezdődött, majd Deák Róza mondta el, hogy egykori szolnoki kórus vezetője Rigó Éva meghívására csatlakoztak egy válogatott énekkarhoz, a kamarakórusból hárman. A karvezető úgy ítéli meg, hogy megállták a helyüket az énekkarban. Gál Csaba már többször tartott előadást az utazási klub tagjainak, így magabiztosan kezdett hozzám Finnország városainak, tájainak bemutatásához. A kórus Turku városába érkezett meg, amely egy 200 ezres település. Finnország fontos kikötővárosa. Itt éri el a tengert az Aura nevű folyó. A város sokáig a finn uralkodók központja volt. Főtere egy négyszögletes terecske, piaccal, egyúttal közlekedési csomópont is. A piacon a finn mezőgazdaság termékeit látták, későn beérett borsót, rost, gombát, áfonyát. A piac mellett van a sétáló utca, tele üzletekkel. A folyó mellett régi, árbócos hajók vannak, ahol múzeum, bisztrók, kiállító helyek találhatók. Turku híres épülete a régi katedrális, amely a tégla gótika egyik jellegzetes épülete. Sibelius, finn zeneszerző múzeuma egyúttal hangszerek kiállítása is. Érdemes volt megnézni a kikötő közelében lévő várat és a szép művészeti múzeumot. Világszerte ismert finn festőt nem találunk, de képeik szépek, hangulatosak, emberközeli témákat, tájakat ábrázolnak. Hallhattunk egy rövid ismertetőt is a finn iskoláról. A tanév már augusztusban elkezdődik. Nagyon jól felszerelt, modern tantermeket láttak. A kórus tagjainak volt egy szabad napja, amikor a 170 kilométerrel lévő fővárosba, Helsinkibe kirándultak. Maga az utazás kényelmes, szép autóbusszal történt. A jármű egy mély garázsba érkezett meg. A főváros egy szép, nem nagy város, ahol sok zöldövezet van. A nézelődés során láthatták a híres, gránit sziklába vájt templomot, a belváros sétáló utcáját, az orosz hatást képviselő Uspeszki katedrálist. A főváros közlekedését a kikötő jelenti, ahonnan bárhová el lehet jutni a balti térségbe. A főpályaudvara csak 6 vágányból áll, tehát igen kicsi. Az élménybeszámoló végén Deák Róza mutatta be a finn gasztronómiát, amely számára nagyon ízletes volt. Az iskolai menzát is megkóstolták, ahol rist, halat, zöldségfélét fogyasztottak. A karvezető bemutatta a vendégeknek a karéliai pitét, amely rozsliszt alapból készül, ízesítésül lazac és füstölt szalonna van benne. Az utazási klub a következő összejövetelt 2014. januárjában tartja majd.